A legfontosabb a szülőföld, a szülő hazám. Azon túl pedig a szülővárosom is. Ráadásul olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyönyörűséges helyen születtem, ugye Vácott, és most is ezen a környéken vagyunk, a zongoragyár is itt van, mert nagyon-nagyon szeretek itt lenni. Itthon is nagyon szeretek lenni, de ezen a területen, ebben a térségben is nagyon szeretek lenni. Otthon vagyok. Lehet, hogy kedvesnek nézek ki, de egyáltalán nem vagyok az. Nagyon szigorú vagyok, elsősorban magammal szemben, de hát bizony a gyerekekkel is, illetve a fiatalokkal. A tanítás is olyan módon része az életemnek, hogy a legmélyebb indítatásból jön. Tehát annak nem tudom azt mondani, hogy hát nem fontos, hiszen a lelkemből jön az, hogy kell egy kicsit segíteni egyrészt a nagyon tehetségeseknek, másrészt a többieknek is, amennyire tőlem telik. Egyrészt azt látom, hogy Magyarországon szerencsére folyamatos az utánpótlás a legjobb értelemben a zenei vonalon, és viszonylag könnyebb dolguk van most a gyerekeknek, mint nekünk volt. Másrésztről viszont nehezebb dolguk van. Méghozzá abból a szempontból, hogy a világ nagyon megváltozott, és az alapvető értékek, azok teljesen kifordultak önmagukból. És ez nem volt így még akkor, amikor én voltam 10 éves. Legalábbis ennyire biztosan nem. És ilyen szempontból nagyon nagy az én felelősségem, hogy igenis az alapvető értékrendeket nagyon szigorúan megmutassuk, megtanítsuk a gyerekeknek, a fiataloknak, és ez vonatkozik a kultúrára is, és vonatkozik az egyéb működésre. Hát egészen elképesztő dolgokat lehet manapság már hallani, és teljesen abszurd dolgokat kezdenek megpróbálni normálisnak beerőltetni a köztudatba. És ez kihat a kultúrára is, és azon belül is a mi területünkre, a komoly zenére, és az igazán fontos dolgokra. Egyébként pont talán ezért is van az, hogy ezt a területet ilyen durván támadják. Most én világjelenségről beszélek, ami alól persze Magyarország sem tudja teljesen függetleníteni magát, de azt viszont örömmel látom, hogy Magyarországon van egy nagyon erős és egy nagyon jó hagyománya az értékeknek és a kultúrának is, és ez az a felület, ahol most úgy érzem, hogy egyre több munkám van. Magyarország akkor zene. Ez így az első, ami beugrik külföldön sok helyen. És ez nagyon jó, hogy így van, mert a zene egy olyan felület, egy olyan közeg, egy olyan nyelv, ami a legdirektebb és a legegyébként hatékonyabb módon tud az emberek lelki világára hatni. Tehát nekünk, zenészeknek óriási felelősségünk van az, abban a tekintetben, hogy magyarként milyen kisugárzást mutatunk. És igenis nagyon sokat számít a magabiztosság, egyfajta alázat, de az a fellépés, hogy mi nagyon komoly tudással és lelkiséggel, igazi lelkiséggel rendelkező nép vagy emberek vagyunk, és ez nagyon sokat számít. Ez a lelkiség, ez alapvetően keresztény gyökerű, úgy gondolom. És ebben én nem tudom, hogy mi az, ami olyan nagyon szörnyű a mai világban, hogy ezt az ember kimondja, vagy egyáltalán átéli, sőt továbbadja, de úgy látom, hogy elég komoly támadásoknak van már kitéve az, hogy egyáltalán valaki mer még az eredeti módon keresztény lenni. Tehát a lelkiség az ebből a kultúrközegből jön. Úgy gondolom, hogy a zenei rész, a zenei kultúra, az egésznek a minősége szintén egy ilyen táptalajból táplálkozik. És ezért van az, hogy nekem például nagyon egyértelmű, hogy mi az a jó zene, és mi a rossz zene. És mi az, ami mondjuk nem baj, hogy van, de nem annyira ártalmas.
Ez egy rendkívül fontos kérdés, ez egy kulcskérdés, hiszen itt tulajdonképpen most már a jó meg a rossznak a nyílt harca folyik. A trianoni évfordulóval kapcsolatban én úgy terveztem ünnepelni, hogy életem legnagyobb, legkomolyabb koncertsorozatát valósítom meg a Kárpát-medencében. 2020, 20 koncert, 20 műsor. Ez egy olyan óriási vállalás, ami az életem tulajdonképpen egyfajta összessége, művészetemnek egyfajta összessége lett volna, hogyha a vírus éppen közben nem jön, mert Bartók Béla születésnapján lett volna az első koncertem március 25-én, 2020-ban, de ugye előtte állt le minden, és az összes koncertet le kellett mondani, illetve hát új időpontra áthelyezni. Amikor külföldön zongorázom, akkor vagy játszom, vagy éppen külföldön ugye dolgozom, akkor nem csak a magyar műsor az, ami nagyon fontos, hogy legyen az életemnek a része, hanem egyszerűen az, hogy én magam vagyok magyar, és én magam képviselem Magyarországot ilyenkor. Hát Bartók Bélához mindenki kötődik, főleg a zenészek. Bartók Béla fölbecsülhetetlen értéke a magyar zenének és a magyar kultúrának. Amit ő maga fogalmazott meg, hogy ő egész életében azt tűzte ki célul, hogy Magyarország kulturális felemelkedésének részese lehessen. Nem pontosan idézte. Tehát, hogy ő magyar és magyar, a magyar zenei kultúrát szeretné szolgálni. Igyekszem a legnagyobb emberektől tanulni, sokat olvasok, és a szentek élete az, ami a legmeghatározóbb, és azt ugye ők a legnagyobbak, ők voltak, és ott tanultam valahogy meg ezt, hogy nem azért vagyunk itt a Földön, hogy pihengéljünk, meg jól érezzük magunkat, az persze benne van, és úgymond vágyunk rá. De elsősorban azért, hogy teljesítsük a küldetésünket. Hát feladat van. Majd oda át kipihenjük, ha sikerül itt teljesítenünk. Tehát a pihenés persze szükséges, de én igyekszem gyakorlatilag a minimálisra lecsökkenteni, amennyi éppen szükséges ahhoz, hogy mondjuk működjön a motor, működjön a rendszer, de alapvetően feladat orientált vagyok, ami hát egyfajta szolgálatot jelent az én életemben, mert én is úgy vagyok vele kiskoromtól fogva, akkor még ösztönösen, most már tudatosabb is, hogy Magyarországot, a magyarságot, a magyar kultúrát és a magyar embereket igyekszem szolgálni elsősorban. Természetesen sokat voltam külföldön is, koncerteztem mindenfelé a világban, és ez még most is tart, de egyre inkább a koncentráció az Magyarország, a magyar emberek, és a magyar zongora, és a magyarság.